És akkor kezdjük el, és nézzük meg az első vers, amivel foglalkozni fogunk, az Ezekiel és Hezekiel 37-es fejezet lesz. És nagyjából végig fogjuk olvasni az egészet, mindenkinek a türelmét kérem, de fontos lesz különösen ahhoz, hogy megértsük az egész témának az üzenetét. Hogy Ezekiel 37-es fejezet az első. És az első verstől fogjuk kezdeni, ez pedig így szól. Ugye, aki ismeri ezt, ez ugye hát nem tudom pontosan, hogy fogalmazom, de ez a csontok völgye a maga történet, meg fogjátok érteni, hogy miről van szó, aki esetleg nem ismeri a történetet. Lőn én rajtam Jahuának keze, és kivitt engem Jahua a lélek által, és letűn engem a völgynek közepette, mely csontokkal van rakva. És átvitt engem azok mellett körös körül, és ímé felette sok vala a völgy színén, és ímé igen megszáradtak vala. A völgy, illetve a csontok reprezentálják Izrael, illetve Jákob házát, mind a két királyságot, mind a két 12 törzset, ugyanis Jahua nélkül, illetve az ő szelleme nélkül vannak a világban ebben az időszakban. Ez természetesen egy látomás. Hármas vers, ez egyébként az az időszak, amiben ma is élünk. Hármas vers, és mondanékem embernek fia, vajon megéled neki ezek a tetemek? És mondék, Jahua Elohim, te tudod. És mondanékem profétálja tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg Jahua beszédét. Így szól Jahua Elohim ezeknek a tetemeknek. Íme én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok rátok inakat, hozok rátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, megtudjátok, hogy én vagyok Jahua. És én profétálék, amint parancsolva vala nékem. Ez ugye Ezékiel. És mikor profétálnék, lőn zúgás, és íme zörgés, és egybe menének a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez. Jahua ezzel érzékelteti az, hogy ő az, aki uralkodik mind a testen, mind a lelken, és az ő népét, ő az, aki formálta, ugye ezt már megbeszéltük a korábbi részekben, ő az, aki formálta, ő az, aki élettel tölti meg nem csak az ő népét, hanem mindenkit, és erről szolgáltat bizonyítékot Ezékiel által. 8-as vers. És látám, és íme inak valának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket, de lélek még nem vala bennük. Ugye az egy dolog, hogy az ember él, és ő az a nép, azonban a lélek egy másik kérdés. És mondanékem, profétálj a léleknek. Ugye a proféták mindvégig az írás során arra figyelmeztetik a népet, hogy térjenek meg, kövessék a Torát, az instrukciókat, és akkor fognak majd gyümölcsöző életet folytatni, és akkor lesz velük Jahua, azonban enélkül nem. Ezért mondja, hogy profétálj a léleknek, profétálj embernek fia, mondja a léleknek. Ezt mondja Jahua Elohim, a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehely ezekbe a megöletettekbe, hogy megéledjenek. És profétálék, amint parancsolá, és beléjük mérne a lélek, s megéledének, és állanak lábaikra felette. Igen nagy sereg. És mondanékem embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Ugye ez az, amiről szó volt, ezt próbáltam érzékeltetni, ez Izrael egész házát jelenti, ezek a tetemek. Ímé ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Már most szerintem azok, akik ismerik az írást és értik, látják azt, hogy ez a megváltó eljövetelére utal maga, ez az egész jelenet azt írja le, ahogyan kóvályognak, ahogyan eltévedtek, ahogyan ő eljön értük, és utána elküldi a lelkét a világba, és összegyűjti őket a föld négy sarka felül, ugye, ahogyan erről írta, ahogyan ezt majd meg is fogjuk látni később. Annak okáért profétál is mondjad nékik, így szólja, Hua Elohim, íme én megnyitom a ti sírjaitokat, kihozlak titeket a sírjaitokba, én népem, és beviszek titeket Izrael földjére. Ez ugye az ígéret, ami a kezdet kezdetétől állt Izrael számára. És megtudjátok, hogy én vagyok Jahua, mikor megnyitántom sírjaitokat, kihozlak titeket sírjaitokból, én népem.
Azért szeretném, ha végigolvasnánk, és mindenki figyelne, hogy hányszor elmondja azt, hogy Izrael egész háza, Izrael és az én népem. Azok, különösen akik azt gondolják, hogy ez a könyv bármikor és bárki másról szólt, mint Izrael népéről, azok szerintem, ha figyelnek most, és valóban meg akarják érteni, akkor rá fognak jönni, hogy ez a könyv mindvégig Izrael népéről szólt. Ez nem jelenti azt, hogy a többi nép nem nyer üdvösséget, amennyiben úgy él, ahogyan kell. A lényeg azonban az, hogy más a protokoll, és ez az, ami óriási problémákat szül, különösen a kereszténység körében. 14. És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én Jahua szóltam, és megcselekedtem, ezt mondja Jahua Elohim, és lőn Jahua beszéde hozzám, mondván, és te embernek fia, védj magadnak fát, és írd ezt rá Judái, és Izrael fiai, Júda, ugye az északi királyság, bocsánat, a déli királyság, Júda, Benjamin és Lévi törzsének néhány része, Izrael pedig jelképezi az északi királyságot, amelyik már nem is tért vissza Asszíria után, illetve a déli királyság pedig ugye a rómaiak, illetve bocsánat, Babilon után, és a déli királyság pedig a rómaiak után. Az ő társai, és védj egy másik fát, és írd rá ezt Józsefi, Efraim, ugye Efraim, tehát Júda és Izrael, bocsánat, Júda és Izrael fiai, ez a déli királyság, és Efraim az északi. Ez jelképezi a két királyságot. És tedd együvé azokat, egyiket a másikhoz, egy fává, hogy egyé legyenek a te kezedben. És ha mondják neked a te néped fiai mondván, amely nem jelented é meg nékünk, mit akarsz ezekkel? Ugye mit jelképez a két fa? A két fa az, hogy egyesíti majd a királyságot Jahusá Hamásiák segítségével, és visszahozza őket a föld négy sarkából, és egy nép lesz, és visszaviszi őket a földjükre. Ez az üzenet. Nem csak ennek a fejezetnek, hanem az egész könyvnek. Szólj nékik, ezt mondja Jahua Elohim, ímé én fölveszem József fáját, mely Efraim kezében van, és Izrael nemzetségeit, az ő társait, és teszem őket őhozzá a Júda fájához, és összeteszem őket egy fává, hogy egyé legyenek az én kezemben, ez a két királyság ismét. És ha e fák, amelyekre írsz kezedben, lesznek szemök láttára. Szólj néki! Ezt mondja Jahua Elohim, ímé én fölveszem Izrael fiait a pogányok közül, akik közé mentek, és egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket az ő földjükre. Ez az üzenet, hogy visszaviszi őket, összegyűjti őket. Meg fogjátok látni, ha ez az összes vers, amin végig fogunk menni ma, be fogja bizonyítani azt, hogy a pogányok az Új Testamentumban, a Brit Kardosában, az Izrael, különösen az északi királyság vonatkozik. Még Saul levelei, Saul utazásai során is azok a pogányok szintén. Erről ír már itt, hogy össze fogja gyűjteni őket, hiszen kiűzte őket, és elvált tőlük, mert törvénytelenül éltek. 22. És egy néppé teszem őket azon a földön, Izraelnek hegyein, és egyetlen egy király lesz minnyájok királya, a Husák, a másiák, és nem lesznek többé két néppé, és ezután nem oszolnak többé két királyságra. Ennél egyértelműbben ezt nem is lehet elmondani. Egy néppé teszi őket Izrael hegyén, és egyetlen egy király lesz, minnyájuk király, ugye a Husák, a másiák, ahogyan azt mondta, és ő fog uralkodni rajta ezen a népen, és nem lesz két királyság, északi és déli, és többé meg nem fertőztetik magukat báványaikkal, utálatosságaikkal, és minden bűneikkel. Mi volt a probléma? A báványimádat, az utálatosság, a tisztátalanság, és a bűnök ugyanaz, mint ami ma, amiről az emberek nem hajlandók tudomást venni. És megtartom őket mind oly lakóhelyektől, melyekben vétkeztek, és megtisztítom őket, és lesznek nékem népem, és én leszek nékik hatalmaságok, Istenük. Ugye, a lényeg az ezzel kapcsolatban, hogy ez is elő fog jönni, hogy ez is, hogy lesznek nékem népem, ez azt jelenti, hogy most nem azok. Tehát, amennyiben nem azok, ezért úgy hívja őket, ugye, hogy pogányok. Pontosan ez a zavaró abban, ahogyan
ahogyan az új szövetségben ír a pogányokról. És az én szolgám Dávid lesz az ő király, ő rajtuk, és egy pásztora lesz minnyájuknak, és az én törvényem szerint járnak, és parancsolatimat megőrizzik, és cselekszik Dávid a király, és egy pásztora lesz minnyájuknak, ki lehet az a pásztor vajon? És megőrzik az én, és a törvények szerint járnak, és megőrzik a parancsolatokat, és az szerint cselekednek. A parancsolatok, az ő törvények és az aszerint való élet az kritikus ebben az egészben. És laknak a földön, melyet adtam vala az én szolgámnak, Jákobnak, ugye erről már volt szó, az ígéret ismét elhangzik, amelyen laktak a ti atyáitok, és laknak azon ők, és fiaik, és fiaiknak fiai mindörökké, és az én szolgám Dávid lesz az ő fejedelmük örökké. Úgyhogy Dávid még lesz szerepe. És szerzek velük békességnek frigyét, örökkévaló frigy lesz ez velük, tehát ezek szerint kell, hogy legyen egy nép még mindig a jövőben. És elültetem őket, és megsokasítom, és helyeztetem az én szent helyemet közéjük örökké. És lesz az én lakhelyem felettük, és leszek nékik hatalmaságuk, és leszek és ők nékem népem. Szóval ezek szerint van egy időszak, amikor nem a népük, ezt is ki fogjuk teríteni. És megtudják a pogányok, hogy én vagyok Jahu, aki megszentelem Izraelt, ezek szerint még mindig van maga a nép, ugye a vér szerinti nép, hiszen arról beszél, hogy megszentel Izraelt, mikor szent helyem közöttök lesz mindörökké. Ennek pedig a test szerinti népről kell beszélni, hiszen egyértelműen elmondta korábban, hogy Júda fájához és Efraim nemzetségéhez, és a kettőt egybe fogja tenni. Úgyhogy ez egyértelműen a népről beszél, a fizikális népről. Ez a szó pogányok egyébként ebben az esetben goy, és ha megtalálom villám gyorsan, igen, pogányok, ez a szó goy annyit jelent, mint nemzet. Nemzet, és általában úgy használatos, mint bárki más, mint Izrael, aki nem a törvények, parancsolatok szerint él. És érdekes az, hogy a szótő, amiből származik, az maga testet jelent, és abban az értelemben, hogy az egy testhez tartozó népek, úgy, mint hogy ahogy a fához hozzátartoznak az ágai, így értelmezi ezt, hogy a népek, mint goy, vagy goyim, ugye többes számban. Remélem, hogy eddig érthető, amiről szó van. Ezen szerettem volna túl lenni minél gyorsabban magán a csontok völgyén, hogy megértsük azt, hogy ez egy profécia volt, amiről Ezékiel írt, hogy ugye már ő tudta, hogy a nép szét lesz szórva az egész földön, hiszen már itt megmondta, hogy így lesz, és aztán azt mondta, hogy majd ő összegyűjti őket. Ő lesz az, aki összegyűjti, meg fogjuk nézni, hogy az elveszett nyáj az kit is takar tulajdonképpen, és miért is jött vissza maga a megváltó. Ez az egyik. A másik az, hogy közben mindenki felteheti a kérdést magában már most, hogyha azt mondta, hogy ő mikor visszatér, Dávid lesz a király, és egy pásztor lesz, akkor mit keresnek azok a karakterek most Izrael földjén, akik állítólag zsidók? Hogyha azt mondta, hogy mikor ő visszajön, akkor fognak azon a helyen majd békében élni, és az egész világ megtudja, hogy ők az Izrael. Akkor mit csinálnak most azok a figurák ott? Lehet, hogy kiúrottak a rajtnál. Elveszett nyáj. Máté 10-es, Máté Jahu 10-es fejezet 5-től 7-ig. Máté 10-es fejezet 5-től 7-ig. Máté 10-es 5-től 7-ig. Illetve hát az 5-ös lesz úgy, nem. Oké, 5-ös. Ezt a 12-t küldé ki Jahussal, Jézus, és megparancsolál nékik mondván, pogányok útjára ne menjetek, szamaritánusok városába nem menjetek be. Ez a pogányok szó itt ugye etnosz, mint nép. A lényeg azonban az, hogy a Húsa megmondta nekik, hogy ne foglalkozzanak a pogányokkal. Akkor hogy gondolhatja azt ma az úgymond egyház, hogy
a zsidókról átkerült rájuk ez az egész történet, és ők kiválasztottak, és két nép van, az egyikre vonatkozik a törvény, a másikra nem, mikor az, aki azt mondja, hogy vonatkozik rá, az is már ott van a területen, ahol semmi keresnivalója nincs, idő előtt, plusz nem is tartja be azokat a törvényeket, a másik meg semmilyen törvényeket nem tart be, azokhoz meg nem is jött. Úgyhogy ez az érdekesség, de ez ki fog derülni a hatosban, hanem menjetek inkább Izrael házának eltévedt juhaihoz. Úgyhogy nem lehet megkerülni. De a kérdés az, pedig, hogy honnan tudta, hova mennek, hogyha elveszett vagy eltévedt ha nem tudjuk, hogy hol van, akkor miért, hova küldi őket? Egyértelmű az, hogy a megváltó azt mondta, hogy ne foglalkozzanak a pogányokkal, és menjenek és keressék meg Izrael házának eltévedt juhait. Hetes elmenvén pedig prédikáljatok, ma már elközelített a mennyeknek országa. Hiszen ők tudták, hogy el fog jönni a mennyeknek országa, hiszen ők ismerték ezt az írást, ismerték a proféciákat, és mindvégig velük foglalkozott. Ezért mondta, hogy foglalkozzanak velük elsősorban. Zsoltárok 119 a következő. Hogy foglalkozzanak velük elsősorban, hiszen ők azok, akiknek föl kellene ébredni először, és majd, ahogy ők fölébrednek, és visszatérnek a számüzetésből, ugye Zsoltárok 119 a következő, ahogyan visszatérnek, majd ők felébresztik a többi népet. Azonban kikötötte azt, hogy a pogányokhoz ne menjenek, és a samaritánusok városába ne menjenek be. A lényeg az, hogy több fajta népet hív pogánynak. És azt gondolni, hogy csak egy fajta, mint ahogy a törvényből is több van. Van az áldozati törvény, van maga a Jahua törvény, a farizeusi törvény, több törvény, több fajta pogány van. Azt érdemes megérteni. Zsoltárok 119-175. Kik is ezek az elveszett juhok? 175, 119, 175. Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam. 76. Tévegek, mint valami elveszett jó. Keresd meg a te szolgálat, mert a te parancsolataidat elfelejtettem. Máté 15-öshöz megyünk vissza. Tehát azt írja Dávid, hogy tévegek, mint valami elveszett jó. Amennyiben valaki nem tartja be a törvényeket, az tévegek, mint egy elveszett jó. De a törvények Izrael házára vonatkoztak. A többi nép soha nem is akarta, nem is tartotta be a törvényeket. Ezért írja azt, hogy elveszett juhok. A pogányok, akiket mi ma pogányoknak hívunk, soha nem voltak elveszett juhok, hiszen nem is tartoztak soha a nyájhoz, hiszen nem is követték soha a parancsolatokat. Úgy, mint nép. Izraelnek viszont kötelező. Matiahu 15. Máté 15 a következő. És Máté 15, így szól, 21-es vers. És elmenvén onnét Jahusa, Tírus és Sidon vidékeire tére. És íme egy kananeus asszony, ez egy igazi pogány, aki nem izraelita, ez ki fog derülni. Asszony jövén ki abból a tartományból, és kiáltva néki. Adonai, uram, Dávidnak fia, könyörű rajtam az én lányom, az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ő pedig egy szót sem felele neki, és az ő tanítványi hozzá mennének, kérik vala őt, mondván, bocsásd el őt, mert utánunk kiállt. Ő pedig felelve mondta, nem küldettem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Akkor hogyan, és miért, ha már most az egyház az, akkor ő miért nem tudott róla, és ha ő nem változik, Malakiás 3.6, akkor miért gondolta meg magát? Úgyhogy a lényeg az, hogy amennyiben nem küldetett Izrael házának elveszett juhaihoz, az azt jelenti, hogy nem az volt a feladata. Azonban nézzük, hogy mi történik. Az asszony pedig odaérvén leborul előtte, mondván, Adonai, uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondta, nem jók a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni, kik a fiai, mindig is Izrael volt Elohim fia, illetve a kiválasztott. Azt pedig mondta, úgy van, Adonai uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uroknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felé Jahusa mondanéki, ó asszony, nagy a te hited, legyen néked a te
akaratod szerint, és meggyógyul az ő leánya attól a pillanattól fogva. Amit be akartam mutatni, az az, hogy nem azért küldetett, hogy a világot, a pogányokat elsősorban megtérítse, azonban amennyiben azok meg akarnak és úgy viselkednek, van rá lehetőség. De azt hiszem egyértelművé tette, hogy nem küldetett csak és kizárólag az Izrael házának elveszett juhaihoz. Jeremiás, Jeremiáhu, 50-es fejezet a következő. Jeremiáh, 50-es fejezet. És tovább haladunk az elveszett juhokat, megnézzük, hogy kik is ezek, amennyiben még nem világos. Jeremiás, 50-es, 4-es vers, így szól. Azokban a napokban és abban az időben, mit is jelent ez azokban a napokban, abban az időben, ez ugye a végső idők, az utolsó idők, amikor, amiben élünk. Azt mondja Jehova, eljönnek Izrael fiai, ők és a Júda fiai együtt, mert ugye a kettő két külön csoportba sorolandó. Hiszen Júda mindig is tartotta a parancsolatokat, míg Izrael fiai, Izrael már sokkal hamarabb nem. Úgyhogy ezért két királyságra osztott az egész úgymond nép. És együtt jönnek, és sírva jönnek, és mennek, és keresik Jahuát, az ő hatalmasságukat. Ez az az idő, amiben élünk, amikor felébred az igazi nép. Az, hogy kik ezek, az egy másik történet, az biztos, hogy nem azok, akik már most ott élnek, azt gondolván, hogy ők azok. 5. Sion felől kérdezősködnek, arra felé fordítják orcájukat. Eljönnek, és odaadják magukat Jahuának örök szövetségre, amely feledhetetlen. Elveszett juhnyáj volt az én népem. Elveszett juhnyáj volt az én népem. Pásztorai félrevezették őket, hegyekben bujdostatták őket, hegyről halomra jártak, elfeledkeztek az ő tanyájukról. Ki volt akkor ez az elveszett nyáj, akiről Máté 15-ben beszélt? Nem küldettem csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Ez volt az ő népe. Ez nem a pogányok volt, ez nem az egyház volt, a templomok, semmi. Ez az ő népe volt, a fizikális nép. Lukács 15 a következő. Úgyhogy annak igenis van jelentősége, hogy ki az ő népe. És hogy mi az, ami történik velük. És hogy mi is az az idő, amiben élünk. El fognak jönni, keresik Jahuát, és betöltik a szövetséget, és így megtalálja őket. Plusz ezáltal az egész világ felébred. Azok, akik követik az eseményeket figyelemen, mint ahogy azok néhányan, akik itt vannak most. Lukács 15, 3-as és 8-as. 3-tól 8-ig. Lukács 15, 3. Ő pedig ezt a példázatot beszéli nekik mondván. Melyik ember az közületek, kinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyott 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. Az elveszett juhaért jött vissza. Ez az a 100-ból egy, akiért visszajött, hogy megmutassa, hogy mi az út, és hogyan kellene nekik valójában élni. 5. És ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén, és hazamenvén egybehívja barátait és szomszédait, mondván néki, örvendezzetek, én vele meg megtaláltam az én juhomat, mely elveszett vala. Mondom néktek, hogy így módon öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Ez volt az ok, hogy ő visszajött, hogy felébressze az ő népét, akik elveszett juh, ként kóboroltak a világon, és kóborolnak is. Első Péter, első Kefa, 2. fejezet a következő. Úgyhogy újra és újra előkerül az elveszett bárány és a jó, hiszen ez az, akiért visszajött Jahusach másiak, ahogyan Jahua megígérte azt, hogy ez be fog következni. Első Péter 2, 25-ös vers.
mert olyanok valátok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ugye ez az az egy pásztor, akiről Ezekiel beszélt a 37-es fejezetben. Mert olyanok valátok, mint tévejgő juhok, és megtérétek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Jeremiás 50-es ezzel kapcsolatban az utolsó lesz. Úgyhogy remélem, hogy egyértelmű az, amiről szó van mindenki számára, és látszik az, hogy az eltévedt juhok az nem más, mint Izrael. Nem csak, hogy az eltévedt juhok Izrael, hanem azok, akiket úgymond pogánynak hívunk. Jeremiás 50-es a következő. Hanem mindazok, mindvégig az elveszett bárányok az Izraelről beszélt. Sőt, a pogányok túlnyomó többsége, mikor a pogányokat említi az Új Szövetségben, az is Izraelt jelenti. Úgyhogy nézzük akkor, hogy mit ír Jeremiás. 50-es fejezet, 17-es vers így szól. Elszélett juh nyáj, az Izrael oroszlánok kergették szét. Először benyelt őt a Szíria királya, végre pedig Nabukodonozor, a babiloni király megtörte az ő csontjait. Ugye, és ez nem is az egész házról beszél, az egész, a két királyságról, hanem az északi királyságról, hiszen ebben az időben még, sőt, még a megváltó idejében is Jahuda, azaz Júda, Benjamin és Lévinek a egy része, ugye a déli királyság még mindig Jeruzsálemben volt, és nagyjából még volt fogalmuk arról, hogy mit csinálnak. Azonban már a farizeusi törvények problémákat okoztak. Elszélett Júnyáj Izrael. Ez az, amiért jött Jahusa Hamásiák, ahogyan azt ő mondta. Ezért mondta azt, hogy nem küldettem csak Izrael elveszett bárányaihoz. Következő, első Péter, első Kefa 1-es fejezet. Első Péter 1-es fejezet. Biztossá fog válni most, hogy a pogány kifejezés az úgynevezett új testamentumban, a brit katasában, az nem más, mint az északi királyság. Az Izrael 10 törzse, és nem az úgymond pogányok, akiket mi pogánynak hívunk, az összes többi nép. És ez első Péter 1-es így szó. Péter, Jehusa Másiáknak apostola a Pontusban, Galáciában, Kapadóciában, Ázsiában és Bitniában elszélett jövevényeknek, ugye az elszélett jövevények, az elszélett bárányok, akik ki vannak választva Atya Elohim eleve rendelése szerint a lélek megszentelésében engedelmességre és Jehusa Hamásiák vérével való meghintésre kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. Kik voltak azok, akik ki voltak választva eleve? Az Izrael népe volt az, akiről beszél. Még első Péter levelében is róluk van szó, és őket elszélett jövevényeknek hívja. Hósás a következő 1-es fejezet. Hósás 1-es fejezet. De amennyiben nem egyértelmű, hamarosan az lesz, hogy első Péter is róluk beszél. Hósás 1-es első. Hósás 1-es első vers. Jahua igéje, az a szava, amely lőn Hósás az a Béri fiához, Uziás, Jótám, Ákház, Zékiás, Júdabeli királyok idejében, Jeroboamnak és Joás fiának, Izrael királyának idejében. Ugye már ekkor két királyság volt. Kettes. Amikor beszélni kezd egy Jahua Hósásra, mondja Jahua, menj, védj magadnak parázna feleséget, és parázna gyermekeket, mert paráználkodván paráználkodik-e föld, nem követvény Jahuát. Ez ugye Izraelről szól, az északi királyságról. Ugye az, amit Izrael házának hívnak, déli királyság pedig Júda, Jahuda. Két királyság volt már ekkor. Ezért mondja, egy példázatot fog mutatni, azért szeretném megmutatni a három gyermeket és a neveiket, hogy lássa mindenki azt, hogy ők mindvégig tudták, hogy ez be fog következni.
mindazok a népe tudta, a többieknek fogalma sem volt róla, mert a pogányok soha nem is kapták meg ezek, a proféták mindig Izraelhez jöttek, a zsoltárokat hozzáírták, a törvényeket nekiadta, aki csatlakozott hozzájuk, az esetleg tudta, mint az elegy nép Egyiptomból. De úgy általánosságában véve a föld lakossága nem tudta. Ezért nem tudta értelmezni, mint ahogy most sem tudja. Azonban ezzel a szemüveggel másképp tudja az ember értelmezni az egész írás, amennyiben megérti azt, hogy ez a nép folyamatosan tudta, és majd meg fogjuk látni, hogy egész Mózestől tudta, hogy ennek be kell következni. Amikor ugye parázna feleség, a hármas, azért, mert nem követték Jahua útját, ugye ez a probléma, ugye az örök probléma tulajdonképpen. Elméne tehát elvevi Gómert, Diblaim lányát, és az teherbeség fiút szülenéki, és elmondánéki, ahogy nevezd őt Jezreelnek. Mert még egy kis idő, és megbüntetem Jéhuk házát Jezreel vére miatt, eltörlöm Izrael házának királyságát. Jéhu ugye Ákház követte nem sokkal, és botrányos dolgokat cselekedett, mint az összes többi. Ugye arról szól az első, Jezreel a neve, azért, mert megbünteti Jéhu házát, és eltörlöm Izrael házának királyságát. Ami azt jelenti, hogy megszűnik Izrael háza. Királyság lenni. Ötös, és azon a napon lészen az, hogy eltörlöm Izrael ívét Jezreel völgyében. Ami azt jelenti, hogy nem lesz királyság Izrael, de meg fogjuk látni, hogy még mi mást is. Ismét teherbe esik és lányt szüle, és mondané ki, Jahua, nevezd őt Loruhamának, mert nem kegyelmezek többé Izrael házának, hogy akármiképpen könyörülnék rajtok. Ugye azt jelenti, Loruhama, nincs kegyelem. Nem kegyelmezek többé Izrael házának, akármiképpen könyörülnék. Mindjárt meg fogja érteni mindenki, és tiszta lesz, hogy miért is beszélünk erről. Hetes, de a Júda házának megkegyelmezek, ugye ők még mindig megmaradtak Jeruzsálemben egészen a 70-es római támadásig, még a Husaka másiák idejében is ott volt Júda háza. Úgyhogy betartotta azt az ígéret, azonban Izraelt már Nabukodonozor után nem is Izrael vissza se tért. De Júda házának megkegyelmezek, és megtartom őket Jahua az ő hatalmasságuk által, de nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak, vagy és lovasok által. Mikor elválasztál Loruhamát, ismét teherbe esik, és fiút szüle. És mondd el Jahua, nevezd őt Loaminak. És ez az, amire felhívom mindenki figyelmét, hogy nagyon figyeljen arra, amit itt ír. Loaminak, ami azt jelenti, hogy nem népem, mert ti nem vagytok az én népem, és én sem leszek a tiétek. Most menjünk vissza villámgyorsan a négyeshez. Jezreel. Jezreelnek nevezi, ugye? Jezreel annyit tesz, hogy eltörlöm Izrael királyságát. Következő gyerek, Loruhama, ami annyit tesz, nem kegyelmezek többé Izrael házának, akármiképpen könyörülnék. És az utolsó Loami, mert ti nem vagytok az én népem, és én sem leszek a tiétek. Loami ugye azt jelenti nem népem. Tízes. De mégis annyi lesz az Izrael fiainak száma, mint a tengerfövenye, ugye ez az ígéret, amit Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak tett, mint a tengerfövenye, amely meg nem mérettethetik, és meg nem számláltathatik, és lészen, és ismét figyeljen mindenki nagyon, hogy ahol az mondatot nékik, nem vagytok az én népem, ez mondatik néki, élő Elohimnek fiai. Úgyhogy kiűzi őket a bűneik miatt, elválik tőlük, megtagadja őket, nem népem, azaz goim, vagy pogány, vagy etnosz, és utána eljön Jahusaka másiak, és visszafogadja, és ott ahol azt mondatta nekik, ahol azt mondta nekik, hogy nem vagy az én népem, Jeruzsálemben, ugyanis ez Jeruzsálemben játszódik le, ahol megmondja, hogy Jéhu miatt ugye nem fog kegyelmezni, stb. Ez Jeruzsálem. Ott, ahol azt mondta nekik, hogy nem vagytok a népem most, illetve Jeruzsálemben, ott fogja azt mondani nekik, hogy az élő Elohimnek fiai.
Ez pedig a Husák a másiák, aki eljött, hogy megmondja nekik, hogy ők az élő Elohim fiai, és visszafogadja őket, amennyiben hajlandó. És összegyűlnek Júda fiai és Izrael fiai együvé, ugye ez a száraz csontok völgye, ahol, amiről beszélt Ezékiel a 37-esben, együvé gyűlnek, és egy fejedelmet választanak Dávid, feljönnek az országból, mert nagy lesz Jezreel napja. És a Husák a másiák pedig a pásztor. Mondjátok atyátok fiainak, Ami, azaz népem, és a ti húgaitoknak, Rukáma, azaz kegyelem. Úgyhogy amennyiben azt mondja valaki, hogy az Ószövetségnek nincs már jelentősége, és anélkül is értelmezni lehet az írást, akkor ilyen fontos dolgokat nem fog megérteni. Úgyhogy azt hiszem, Hoseás 1-es talán a legfontosabb az összes közül, ha lehet olyat mondani, de egyébként mindaz. De aki megérti ezt, hogy nem volt a népe, ezért hívta őket Goimnak, pogányoknak, vagy etnosznak a brit kardosában, az új szövetségben, és nem a mindenféle elit dolgokról beszélt az egész világról, hanem az ő népét akarta elsősorban. 1 Péter, 1 Kefa, második fejezet. A következő. 1 Péter, második fejezet. Ha ezt megértjük, akkor egész más színben tűnik fel az egész írás. 1 Péter, 1 Kefa, második fejezet. 5-ös vers. Től. És utána 5 Mózes 7-be fel fogunk ugrani oda. 1 Péter második, 5-ös vers így szól. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, erre hívnám fel a figyelmet mindenkinek. Hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Elohimnek, Jehusach a másiák által. 5 Mózes 7-hez fogunk elmenni. Szent papsággá épüljenek fel, ugye erről van szó. És lelki áldozatokat áldozzanak, melyek Elohimnek kedvesek, Jehusák a másiák által. 5 Mózes 7, Deberim 7, 6-os vers így szó. Mert Jehuának, a te hatalmaságodnak szent népe vagy, téged választott Jehuha a te hatalmaságot, hogy saját népe légy néki minden nép közül a föld színén. Ugyanerre utal 1. Péter 2. Vissza fogunk menni 1. Péter 2-höz, úgyhogy remélem még megvan. De azt akartam mutatni, hogy 5 Mózes 7-6 ugyanerről beszél, hogy a Huának a te hatalmasságnak szent népe vagy te, téged választott, hogy a te hatalmasságod. Hogy saját népe légy néki minden nép közül a föld színén. Erről a szent papságról beszél 1. Péter. Egy fél perc szürelmet kérek. Rendben. Vissza 1. Péter 2, ez a 6-os vers így folytatódik. Mert Jehuának a te hatalmasságodnak szent népe vagy, te téged választott, ugye ez Mózes, bocsánat, 6-os így szól 1. Péter 2. Ezért van meg az írásban, figyelj mindenki ismét, ímé szegeletkövet teszek Sionban, Jehusák a másiak a szegeletkő, mely kiválasztatott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül, bárki, aki hisz abban, azonban még mindig az ő népéhez beszél, ez ugye 1. Péter 2. 7-es. Tisztesség ezért néktek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, Jehusák a másiák, melyet az építők megvetettek, kik az építők? Jehuda, ők azok, akik megvetették, az lett a szegeletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, és botránkozásnak sziklájává. 8. Akik engedetlenek lévén, megütköznek az igében, amire rendeltettek is. 9-es. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ez még mindig ugyanarról a nemzetről beszél. Tetszik vagy sem, Mózes is elmondta,
Ő is elmondta, hogy a Szent Papság ismét megismeri, a Királyi Papság, a Szent Nemzet, erről a népről beszél. És a tízesben jön a lényeg, akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Elohim népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, Loruhama, most pedig kegyelmezettek vagytok, Ruhama. Úgyhogy egész egyszerűen nem lehet megkerülni azt, hogy ez a könyv mindvégig arról a népről szól, és annak a népnek szól. És én megismétlem, mindenki, aki úgy él, ahogyan Jahua írja, eljut oda, ahova szeretne, azonban a lényeg az, hogy az a kavarodás, az a káosz, hogy két nép van, meg a zsidók, akik most Izraelben vannak, stb. Nem lenne, hogyha az emberek ezt megvizsgálták volna. Első Péter 2 ugyanazt ismétli, amit Hóseás 1-ben olvastunk. Nem nép voltatok, most pedig Elohim népe vagytok. Ilyet soha nem mondott a pogányoknak. Természetesen a pogányok nem voltak népek, azonban ez az idézet Hóseástól jött. Egy szó szerinti idézet. Kegyelmezettek, nem kellett, hogy kegyelmezzen a pogányoknak, hiszen a pogányokkal nem foglalkozott soha. Olyan pogányokkal, aki nem az ő népe. Most pedig kegyelmezettek. És a 11-es szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket, mint idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a test kívánságoktól, mely a lélek ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselvén. Ők is jövevények voltak, és ők is idegenek voltak, ugyanúgy, ahogyan a többiek. Őket is így hívta. Ezért nem lehet azt mondani, hogy minden jövevény, vagy hogy van a zsidó meg a pogány, és akkor a pogány az minden nép, a zsidó meg az izraelita. A zsidó nem is azt jelenti, hogy izraelita, a pogány meg nem is arra a népre vonatkozik. Úgyhogy azok, akik azt gondolják, hogy teljesen mindegy, hogy ki kicsoda, mindenki oda jut, egyáltalán nem mindegy, olyan értelemben, hogy az emberek túlnyomó többsége áldozatul esett ennek a tudatlanságnak, hogy azt hiszi, hogy a pogányoknak mindent lehet, a zsidóknak meg semmit. Miközben ezek a jövevények, idegenek, ezek mind végig az izraelitákra vonatkoztak. És én azt javaslom mindenkinek, hogy így olvassa el az írást. Különösen a pitkárosát az Új Szövetség. Hogy közben arra gondol, hogy az a pogány, ami oda le van írva, vajon kire vonatkozik. 12. Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, jó cselekedetekből, ha látják, azokat dicsőítsék Elohimet a meglátogatás napján. Ugye, amiben rágalmazzák, az az, hogy követik a parancsolatokat úgy, ahogy a Husak Hamásiák mondta, hiszen a farizeusok ezzel rágalmazták őket. Ez volt a jó cselekedet. Az idegen, a jövevény, az pedig rájuk vonatkozott. Úgyhogy sajnos tetszik vagy sem, de ez a helyzet. És ha megnézzük azt, hogy mi a jövevény szó, akkor az mindjárt talán most, igen. Megosztom a linkjét, akit érdekel, villámgyorsan nézzük meg, de igazából nincs különösebb jelentősége, de akit de gondolom van, aki szívesen látná, az megnézheti ott, és ez láthatja azt, hogy a jövevény és az idegen, az egyik, bocsánat, csak megosztottam, a Paroikos az melléknévként úgy jelenik meg, mint idegen, négyszer összesen idegen, vagy külföldi valaki, aki valahol lakik, vagy szomszédságában lakik az Új Testamentumban, idegen, külföldi, valaki, aki állampolgárság nélkül él valahol, hiszen az Izrael állampolgárság nélkül élt, ugye. És aztán ugye belekavarodik itt olyan dolgokba, amit azok a keresztények, akiknek az otthona az ég, vagy a mennyek, de teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ez a paraikosz, ez a szó, míg a másik kifejezés, amit használ az idegen, ugye a jövevény volt a paraikosz, és a pillanat. Az idegen pedig a parapidemos, az pedig vándor, idegent jelent. Valaki, aki külföld, ugyanazt jelenti gyakorlatilag, csak más. Az egyik az ott lakik, a másik pedig vándorol. Gyakorlatilag ez a különbség, de a parepidemos, az a demos nép szóból származik, és az epidemio,
ez a szó az pedig valahol lenni, idegennek lenni, míg maga a, né, az, a nép pedig demosz, az embereket jelent. Úgyhogy ez csak azért, hogy a jövevény idegen ezek azok az emberek, azok az izraeliták, akik ott össze-vissza kóboroltak, ahol ő, ugye, ahova írta nekik a levelet. Rómaiakhoz 11-es. Csak azért, hogy lássuk, hogy ezt már néztük a múltkor is, de nézzük meg, mert így más színben fog feltűnni az, ami Saul ír Rómaiakhoz 11-es. Egyes, így szó. Igen, egyes vers. Mondom tehát, avagy elvetette é Elohim az ő népét? Most mondta, hogy nem. Ugye, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy mit írt, aki hajda nem nép voltatok, most pedig Elohim népe vagytok, hiszen Jakus Sakamásiak visszatért 1 Péter 2, most írt, a Hósás erről írt, az egész erről szó. Avagy elvetette Elohim az ő népét, Saul, távol legyen, mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjamin nemzetségéből való, azaz Benjamin déli királyság, Benjamin, Jehuda, Juda, és a fele a lévinek. Déli királyság, ezért mondja, hogy Benjamin, azért mondta, hogy farizeus. Nem vetette el Elohim az ő népét, melyet eleve ismert, ugye pontosan ezt írta 1 Péter 2, hogy pillanat, azt próbálom megkeresni, hogy hol is írta ezt, akiket eleve ismert, de én nem húzom ezzel. Nem tudom. Szóval nem vetette el, akiket eleve ismert, ugye ezt olvastuk korábban, most nemrég, avagy nem tudjátok én, mit mond az írás illésről, amit könyörög Elohim az Izrael ellen. Szóval nem vetette el Elohim a népét, ezt erősíti meg a rómaiakhoz. Efézusiakhoz második fejezetben így ír Saul. Efézusiakhoz második fejezet a következő. Efézusiakhoz második. És első Péter 1, ez, bocsánat, akik ki vannak választva az Atya Elohim eleve rendelése szerint a lélek megszentelésében, engedelmességre, a Husak Hamásiák vérével való meghintése. Ezek Galáciában össze-vissza, ezek az elszélet jövevények, ezek azok a pogányok, akikről szó volt. Úgyhogy ha elindulunk, és akkor most a következő, ugye, Efézusiakhoz második 11-es fejezet így szól. Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett testen kézzel megcsinált körülmetékedés, a Jakudim, a déli királyság, a testben pogányok az északi királyság, hogy ti abban az időben, mert siák nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, az ígéret szövetségétől távol valók, reménységetek nem vala, és Elohim nélkül voltatok-e világon. Most pedig Mesiák Jehusában ti, kik egykor távol valátok, közel valókká lettetek Mesiák vére által. Ugyanarról a népről beszél, amiről mindig is beszélt Saul, ugyanúgy, mint az összes többi. Ugye arról beszél, hogy a Mesiák vére által kerül vissza, ahogyan írta 1. Péter 1, akik ki vannak válaszol Atya Elohim eleve rendelése szerint, lélek megszentelésében, engedelmességre, egy Husa Mesiák, a Mesiák vérével való meghintésre. Ezek azok Izrael háza, akiről beszélt. Erről ír a rómaiakhoz, erről ír az efézusiakhoz, amint láthatjuk 1. Péter írta, hogy Galáciával is voltak, ezeknek szólt a Galatákhoz szóló levél, mindegyik ezekről az emberekről szól. Teljesen mindegy, hogy ez tetszik-e, vagy sem nekünk, vagy elfogadjuk-e, vagy nem, attól még ez a helyzet. Távol valák, hiszen őket ugye tőlük elvált, ugye erről beszélt, hogy elvált tőlük, azonban közelvalókká lettek, hiszen Jehusák Hamásiák eljött, hogy egyesítse, ahogyan arról beszélt a csontok völgyében, hogy el fog jönni. Rómaiakhoz 11 a következő.
Rómaiakhoz 11. Rómaiakhoz 11. 11-es így szó. Annak okáért mondom, avagy azért botlotta ki meg, hogy elessenek. Távol legyen, hanem az ő esetük folytán az idvesség a pogányoké lett, hogy ők felingereltessenek. Az idvesség a pogányoké lett, a pogányok ebben az esetben szintén Izrael, aki össze-vissza él és elvált, mint nem népe. Ezért ment Jahúdától a pogányokhoz. 5 Mózes 32, gyorsan felolvasom, ugyanerről beszél, azzal ingerelték őt, ami nem Elohim, hiába valóságaikkal bosszantottak engem, én pedig azzal ingerelem őket, ami nem népem, bolond nemzettel bosszantom őket, ami nem népem, bolond nemzettel bosszantom őket. Ez a bolond nemzet, 5 Mózes 32 egyébként, aki oda akar menni, Deberim 32-es, 5 Mózes 32, azzal ingereltek ők, ami nem Elohim, azaz báványimádása, hiába valóságaik, a maga hiába valóság egyébként bávány, bosszantottak engem, én pedig azzal ingerelem őket, ami nem népem, bolond nemzettel bosszantom őket. Erről beszél. Aki nem hallgatott rá, Jehusach másiákra, azok a még Jeruzsálemben élő déli törzsbeliek, akik azokat azzal ingereli, hogy azokhoz megy tovább, akiktől elvált, és azokkal próbálja őket bosszantani. 5 Mózes 32.21-es vers, azzal ingereltek ők, ami nem Elohim, hiába valóságaik, bosszantottak, én pedig azzal ingerelem őket, ami nem népem, bolond nemzettel bosszantom őket. Ugyanerről ír Jeremiás 4-es fejezet, Jeremiáhu 4-es fejezet, Jeremiás 4-es, 22-es vers, Jeremiás 4-es, 22-es vers. Bizony bolond az én népem, engem nem ismernek, balgatak fiak ők, és nem értelmesek. Ugyanúgy bolond az ő népe, hiszen nem követi az ő parancsolatait. Bölcsek ők a gonoszra, jót cselekedni pedig tudatlanok. Hoseás, 2. fejezet. Ugye bolond az ő népe, ugyanúgy, ahogy Mózes erről beszél, ugyanúgy, ahogy a rómaiakhoz azt mondta, hogy ővelük fogja őket felingereltetni, ugyanúgy Mózes megmondta, abban az időben ugyanezt tette, és Jeremiás is megmondja, hogy ez a bolond nép az ő népéről szól. Hoseás 2. 20-as vers. És azon a napon meghallgatom, azt mondja Jahú, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet. Ez ugye azon a nap, ez mindig Jahuan napját jelenti. A föld pedig meghallgatja a búzát, és a mustot, és az olajat. Ugye három fontos ünnep az évben, amire érdemes figyelni, ugye az egyik a Páska, a Sátak ünnepe, és az első zseng. Azok pedig meghallgatják Jezreelt, és bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek Lorukámának, és azt mondom Loaminak, én népem vagy te, ő pedig ezt mondja, én hatalmasság. Korábban ugye azt olvastuk, hogy nem vagy az én népem, és én nem vagyok a te hatalmasságod, és Hoseás ismét azt erősíti meg, hogy amikor nem volt az ő népe, vissza fogja fogadni. Mikor? Amikor bevetem őt magamnak a földbe. Ki ez, akit bevet? Jehusach a másiák. Ő az a mag, amit bevet, és ami majd a jó termés hozza, és a jó gyümölcsöt, azok az emberek, akik hallgatnak rá, és hisznek, és úgy élnek, és akkor lesz az ő népe, plusz mindenki, aki csatlakozik ehhez a néphez. Az elsődleges azonban az, hogy az ő népének kellett ezt megérteni, hiszen a többiekkel nem foglalkozott soha, ez a korábbi részből kiderült. Rómaiakhoz 9. Rómaiakhoz 9-es lesz a következő. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy az első, amit olvastunk, Ezékiel 37-esben, így szól a 27-es vers, és lesz az én lakhelyem felettük, és leszek nékik hatalmasságuk, és ők nékem népem. Ezékiel 37-esben ezt írta. Leszek nékik hatalmasságuk, és ők nékem népem.
Most pedig azt mondta, hogy a hósásban, hogy én népem vagy te, ő pedig ezt mondja, én hatalmasság, ahogyan megígérte ott, Zékiánél, ugyanúgy megmondja most is hósásra. Rómaiakhoz 9.22. Ha pedig Elohim az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készítettek, ez ugye maguk az emberek, akik nem voltak hajlandók megérteni, hogy hogy kell élniük, és hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, akiknek megkegyelmezett az én népem, melyeket eleve elkészített a dicsőségre. Ez az eleve elkészített, erről beszélt az imént 1 Péter 1 is, hogy eleve elrendelte őket, ugyanúgy, ahogy Mózes azt mondta, hogy őket választotta ki. Akiket el is hívott, minket nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, ugye ez egy nép, a zsidók, a Jahudim, a déli királyság, a pogányok pedig az északi királyság. Amint Hósásra mondja, hívom a nem nép, én népemet, én népemnek, és a nem szeretettet szeretetnek. Ez nem. Most már remélem, hogy mindenki számára világossá válik, hogy mi az, amit szerettem volna eddig bemutatni. Rómaiakhoz levélben így ír, hogy nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül, amint Hósásnál mondja, a pogányok közüli embereket hívja el, hívom a nem népemet, az én népemnek, a nem szeretetet szeretetnek. Ők a Hósásnál, itt az előbb olvastuk, ez az ő népéről szólt, Izraelről szólt. Azért mondta, hogy Jezreelt megbünteti, Jezreel Jéhut megbünteti, ugye ami azért, amit csinált, ez ugye északi királyság, Izrael. És ugyanerről ír a rómaiakhoz, pedig ez már Saul, aki állítólag a pogányokhoz volt küldve. És még itt is a pogányok közül azt mondja, hogy mit Hósásnál is mondja, hívom az én népemet, a nem én népemet, én népemet, és a nem szeretettet, szeretettek. Ez volt az északi királyság. Izrael háza. És a másik, a déli királyság, a Jahudim. Akiket elhívott itt, akikről beszél, hogy nem csak a zsidók, a pogányok közül, ezek a pogányok, ugyanaz az etnosz, ugyanazt a szót használja. Az északi királyságra, az Izrael elveszett bárányra, mint amit használ a többi népekre. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy helyettesítette az ő népét egy másikkal, hiszen még mindig nem arról van szó. A probléma az, hogy az emberek nem, nincs szerintem annyi idejük nyilván az embereknek, hogy kinyomozzák ezt, hogy ez a hívom a nem, ezt ide írja, hogy mint Hósásnál is mondja. Azért írja oda, hogy tudjuk, hogy ki tudjuk nyomozni, hogy ki is az a pogány, akiről beszél. 26. És lészen, hogy azon a helyen, ahol az ez mondott neki, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Elohim fiainak fognak hivatni. Ez soha nem vonatkozott a pogányokra. Olyan értelemben, hogy ezt nekik nem mondta, természetesen az ember része lehet ennek, amennyiben úgy él, de az nem azt jelenti, hogy ez rájuk vonatkozik. Az, hogy ti nem vagytok az én népem, ott az élő Elohim fiainak fognak hivatni, ezt most beszéltük meg, hogy ez volt, ez volt az, amelyiket mondta a északi királyság, Izrael házának. De itt van egyébként Hóseás 1-es fejezet 10-es vers, ha jól látom. 1-es fejezet 10-es vers. Nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik az élő Elohim fiai. Hóseás 1-10, és lészen, hogy ahol az mondatot nékik, nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik élő Elohimek fiai. Ugyanezt ismétli meg a rómaiakhoz Saul, akkor hogy beszélhetne ő az úgynevezett pogány mindenféle népekhez, amikor Hósásból az idézet a Izrael népére vonatkozott. Ugye Ézsaiás pedig ezt kiáltja Izrael felől, ha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a tengerfövenye, a maradék tartatik meg. Ezek mind itt ide is írja, hogy Izraelről beszél. Nem a zsidókról, hanem az Izrael szót használja, hogy Izrael háza az északi királyság. Úgyhogy egyértelművé teszi rómaiakhoz is. Csak az a probléma, hogy túl sok teológia csúszik be mindig a gondolkodásmódba. De egyébként itt az Ézsaiás idézet, Ézsaiás 10. Ézsaiás 10, Jesiáhu 10-es. Ez, amit Saul beszél, ez az Ézsaiás, ez kiáltja Izrael felől. Ha
Ha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a tengerfövenye, maradék tartozik meg, hiszen a többi nem hajlandó azon az úton járni, ugyanúgy, ahogy a többi népből nem hajlandó. Ézsaiás 10:20. Ismét ugyanez a profécia Izraelre, csak Pepitában. És lészen ama napon, hogy többé nem támaszkodik Izrael maradéka, és aki megmaradt Jákob házába, az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik Jahuához, Izrael hatalmasságához, hűségesen. A maradék megtér, a Jákob maradéka az erős Elohimhez, mert ha néped Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, maradéka tér meg, az elvégezett pusztulás elárad igazsággal. Ugye innen származik ez az idézet, amit Saul idézett Rómaiakhoz 9-ben, ez Ézsaiás 10:22. A lényeg azonban az, hogy Izrael maradéka, és aki megmaradt Jákob házába. Ez az északi és a déli királyság. Már nem az, azért fognak tüntetni az utcán, hogy Black Lives Matter, meg hogy több szociális juttatást, meg mit tudom én mit, hanem észre fogják venni, hogy miről van szó, és Jahuához támaszkodik, és hozzá, és megtér, és ez lesz az időszak, amiben most élünk. Következő Malakiás 3:6, ide nem fogunk elmenni, ugye ezt csak azért akarom megmutatni, hogy Izrael maradéka, és aki megtért Jákob házából, Malakiás 3:6 így szó, mert én Jahuá meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Tehát az, aki azt mondja, hogy elhagyta a népét, és már nem foglalkozik velük, az sajnos rossz úton jár, hiszen pontosan az ellenkezőjét mondja, és nem, hogy elhagyja, vagy lecseréli, hanem hogy nem változik. Ez valaki es 3:6. Nézzük meg a következőben a nyáj egybegyűjtését. Hogyan is fogja ezt megvalósítani Jahova? Nem tudom, hogy... Hogy áll mindenki. Lehet-e követni, én azt javaslom, hogy nézzétek meg a videót, utána lehet látni, hogy mi történik a képernyő, plusz a Google Plus-on fent lesz az egész, az összes vers, még kivétel nélkül, úgyhogy ha oda elkóboroltok, akkor onnan az egészet el tudjátok egybeolvasni, úgy ahogy van. Szerintem az lesz az, ami igazából segíteni fog. Ez Ikiai Hizikája 28. Ez a nyáj egybegyűjtése. Ezékiel 28. 24-es vers így szól. És ne legyen többé Izrael házának szúró tövése, fájdalomszerző tüskéje mindazok között, kik körülöttök vannak, kik őket megvetik, és tudják meg, hogy én vagyok Jahova. Így szól Jahova Elohim, mikor egybegyűjtöm Izrael házát a népek közül, akik közé szétszóradtak, akkor megszentelem magamat rajtok a pogányok szeme láttára, goyim, és laknak az ő földjükön, melyeket adtam Jákobnak, az én szolgámnak. Ugye egybegyűjti őket, ismét erről van szó, Ezékiel 28:24-től. Ugye arról beszél, hogy egybegyűjti őket onnan, ahova szétszóradtak. Ugye a népek közé. Oda szóradtak szét, és onnan fogja őket egybegyűjteni. Jeremiáhu 30-as, Jeremiás 30-as így szól. Jeremiás 30-as. 17-es vers. Azután pedig Ézsaiás 44. Jeremiás 30, Ézsaiás 44, Mikeás 2. Szóval Jeremiás 30, Ézsaiás 44, Mikeás 2. Jeremiás 30:17 így szól. Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, mondja Jahua, mert számkivetetnek hívtak téged, Sion. Sion ugye jelképezi magát a népet, vagy Jeruzsálemet, vagy Izraelt. Nincs, aki tudakozódjék felőle.
18. Ezt mondja Jahuva, ímé visszahozom Jákob sátorának fogait, és könyörülök az ő hajlékain, és a város felépítetik az ő magas helyén, és a palota a maga helyén marad. Ugye ez még mindig Jákob sátorának fogjairól szól, Jákob pedig nem más, mint a reprezentációja Izraelnek, Izrael házának. Ézsaiás 44, Mikás 2. És ugye természetesen arról beszél itt Jeremiás, hogy vissza, össze fogja gyűjteni őket, visszahozza őket ismét, ahogyan azt megígérte korábban. Ézsaiás 44, következő Mikás 2 és 4 Mózes 24. Ézsaiás 44, első vers így szól. És most hallgass Jákob, ugye Izrael más néven, én szolgám és Izrael, akit én elválasztottam. Izrael ugye a északi királyság azokat választotta el. Így szól Jahuva, teremtőd, alkotód, anyád méhétől fogva, ugye ő nyitotta meg Sára méhét is, és Rebeka méhét is. Aki megsegít, ne félj szolgám Jákob, és te igazi nép, akit elválasztottam. Ismét megismétle azt, amiről már szó volt korábban, hogy ez az igazi nép, akit elválasztott, akit eleve az a kezdetektől fogva, ugye elrendelt magának. Erről írt 5 Mózes, erről itt 1 Péter 1. Mert vizet öntök a szomjúhozóra, Jahusa, ha másják az élő víz, és folyóvizeket a szárazra, kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetédre. Ez ugye a vigasztaló, akit Jahusa, ha másják küld az ő nevében az atyától. És nevekednek, mint fű között, és mint fűszvák vizek folyásainál. És ez azt mondja, én Jahuáé vagyok, amaz Jákob nevét emlegeti, és a másik önkezével írja, hogy a Huáé vagyok, és hízelekbe Izrael nevét említ. Így szól Jahuva Izraelnek király, és megváltója, seregeknek ura, én vagyok az első, és az utolsó, és rajtam kívül nincsen Elohi. Ennyit a Szent Háromságról egyrészt, másrészt pedig ugye a lényeg az, hogy ez az az idő, amikor összegyűjti majd Izrael népét. Egybe gyűjti őket, és felébrednek ezek a népek. Az első oldaltól az utolsóig ez a könyv a teremtő és az ő választott népek közötti tulajdonképpen párbeszédet írja le. A lényeg az, hogy mindenki, aki a Tora az instrukciók szerint él a megváltó hitében, mindenki eljuthat a királyságba, azonban senki mással nem foglalkozott, csak ezzel a néppel. Tetszik vagy sem, ez van az előző részből. Ezek kiderültek ezek a dolgok. Mikás 2, következő 4 Mózes 24, Bamidbar 24, 4 Mózes 24, előbb azonban Mikás 2. 4 Mózes 24 azután. Mikás 2, 11 így szól. Ha valamely szélház és család így hazudozik, prédikálok néked borról és részegítő italról, az volna népek profétája. Ugye hát ilyen profétái voltak, mert ide jutott. Mindenestől egybegyűjtelek téged, Jákob. Ismét erről szól. Mindenestől egybegyűjtelek téged, Jákob. Összetakarítom Izrael maradékát. Összegyűjtöm őket, mint a bocrai juhokat, mint a nyájat az ő karámja közé hemzsegnek majd az ember sokaság miatt. Még mindig Jákobról beszél és Izrael maradékáról Mikás 2-ben is. Előttük megy fel az úttörő, kitörnek és átmennek a kapun, kivonulnak, és előttük megy a királyok élőkön Jahuva. Jahusa Hamásiákról beszél. Aki ugye Jahuva szava, aki megjelent. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy hova lapozunk, mindvégig arról ír, hogy össze fogja gyűjteni az ő népét. És nagyon remélem, hogy ez kezd összeállni mindenkinek. Úgy, ahogyan én azt szeretném. 4 Mózes, Bamidbar 24, 15-ös vers, utána Jeremiás 31, Jeremiahu 31. 4 Mózes 24, 15, így szól. És elkezdi az ő példázó beszédét, és mondta, Bálámnak, Beor fiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata. Figyelmeztetek mindenkit, hogy ez 4 Mózes 24, amiről szó van, ez Bálámnak ez volt akkor a jóslata. Annak szózata, aki hallja Elohimnek beszédét. Ez ugye Elohim beszéde, erre hívja fel a figyelmet. És aki tudja a magasságosak tudományát, azaz,
és látja a mindenhatónak látását leborulva, de nyitott szemekkel. A lényeg az, amit ezzel mondani szeretne, hogy ez Yahuwah Elohim-től jön, amit most mond. Látom őt, de nem most. Ez ugye Jákobról szól, de nem most látja, hanem a jövőben. Nézem őt, de nem közel. Ugye ez egy jövőbeni látomás. Csillag származik Jákobból. Ki volt ez a csillag? Jessének a csillaga, Dávidnak a csillaga, Jehusa Hamásiák. És a királyi pálca támad a Izraelből. Átveri Moábnak oldalait, összetöri Setnek minden fiait, és Édom birtoka lesz, Szeír az ő ellensége is birtoka lesz, de hatalmasan cselekszik Izrael, és uralkodik Jákobtól való, elveszti a városban megmaradtat. A lényeg az, hogy látja őt, már akkor Bálám erről beszél. Hogy látja őt, de nem ott, nézi őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, királyi pálca Izraelből. Ez a csillag, aki Jákobból származott, ez a királyi pálca, ez nem más, mint a Jehusa HaMásiach. Azzal az egyetlen célra, hogy visszatérítse a helyes útra az eltévedt bárányokat. És már Bálám akkor látta, hiszen megmutatta neki Elohim, a 16-osban leírja, hogy ez Elohim szava, ő, az ő tudománya, és az, amit ő lát. Már akkor megmutatta, hogy megmutassa Baláknak, hogy teljesen mindegy, hogy mivel próbálkozik ezzel a néppel, nem fog sikerülni. Egy pillanat. Szóval az a lényeg, hogy a csillag, amiről beszél, az Jehusa HaMásiach, aki egybegyűjti, amiről beszélt, hogy az elveszett juhok, akiért visszatért, ők azok a juhok, akikről beszél. Jeremiás 31, Jeremiah 31, és utána Rómaiakhoz 11 a következő. Jeremiahu 31, 10-es így szól. Halljátok meg Jehuának szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messze való szigeteknek, és ezt mondjátok, aki elszórta Izraelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját, mert megváltotta Jehuva Jákobot, és kimentette a lánánál erősebbnek kezébe. Jehuva az, aki szétszórta a nyájat, és ő az, aki összegyűjti ezt a nyájat. Aki elszórta Izraelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját. Jehusa HaMásiach. Rómaiakhoz 11.25. Rómaiakhoz 11.25. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek, hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. Ja, Saul szintén Izraelről ír ismét. És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Eltörlöm a bűneiket, Jehusa HaMásiach révén, megváltást nyerhetek, amennyiben megtérnek, és járnak az úton tovább. Pogányok teljessége pedig Efraimre utal. Ezt most nem fogjuk megnézni. Egész Izrael megtartatik, hiszen eljön Sionból a szabadító. Jahua az, aki elszórta Izraelt, az gyűjti össze, mint a pásztor maga juhait Jeremiás előbb írta. Ugye azelőtt pedig erről beszélt Bálám, hogy látom őt, csillag származik Jákobból.
Utána, aki elszórta, az gyűjti össze, Jeremiás, és most a rómaiakban az olyan, hogy eljön Sionból a szabadító, elfogadja Jákob tolakvonosságokat. Folyamatosan egy és ugyanarról van szó, mindenki arról beszél, hogy Izrael népét vissza a jó útra. Apostolok 13. Apostolok 13. 22-es vers, utána Zsoltárok 14. Apostolok 13, 22-es vers. Apostolok 13, 22, utána pedig Zsoltárok 14. És aztán vissza fogunk jönni apostolokhoz, úgyhogy ha bejelölitek, az nagyszerű. Apostolok 13, 22. És mikor őt elveté, támasztánék itt Dávidot királyuk, kiről bizonyságot is tőn, és mondta, találtam szívem szerint való férfiú, Dávidot, a Jessé fiát, ki minden akaratomat véghez viszi. Dávid volt ez ugye. Ennek magvából támasztott Elohim ígérete szerint Izraelnek szabadítót Jehusát. Egyszerűen nehéz, szerintem amikor az ember látja ezeket így leírva, és végigolvassa, utána már nehéz elhinni azt, ami az általános vélekedés. Folyamatosan mindenki arról beszél, hogy Izraelnek kell a szabadító, hiszen Izrael volt az, akinek a törvények jöttek, ő rászállt a büntetés, az átok, őtől levált el, őt kellett elsősorban visszaterelni a jó útra. A többi ember majd ezt észreveszi és csatlakozik, ahogy mindig is volt. Azonban épp elég arra az egyre foglalkozni, aki nem akarja csinálni. Ennek a magvába támasztott el, hogy ígérte szerint Izraelnek szabadított Jehusát. Minek utána előbb János, az ő, Jehukanon, az ő eljövetele előtt a megtérésnek kerességét prédikálta Izrael egész népére. Jehukanon is Izraelnek prédikált. Zsoltárok 14, 6-7. Zsoltárok 14, Tehelim. Zsoltárok 14, 6-7. Utána apostolok 5, 30. Zsoltárok. Utána pedig apostolok 5:30. Oké, Tehelim 14. A szegénynek tanácsát kicsúfolják, mert hova az ő bizodalma? Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor Jehova visszahozza a népének fogjait, Jákob örül majd és vigad Izrael. Ugyanerről beszél itt is. Sionból jön el a megváltó, és Jehova az, aki összegyűjti az a népét, ahogyan ő szétszórta. Erről is Zsolták 14. Apostolok 5:30. Az érdekes az, hogy már, mondom, már Mózes is erről beszélt, de már Dávid is erről írt. Ezért mondta ő, hogy a könyv tekercsben írva vagyon rólam, hiszen erről szól az egész könyv. Jehusa Hamásiák eljöveteléről, hogy Izraelt visszavezesse az útra. Apostolok 5. 30-as vers. Apostolok 5. 30-as vers így szól. A mi atyáinknak hatalmassága Istene feltámasztotta Jehusát, kit ti fára függeszte meg ölétek? Ezt Elohim fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjába, hogy adjon Izraelnek bűnbánatot, bűnöknek bocsánatát. És mi vagyunk néki bizonságai ezen beszédek felől, a Szentlélek, a Ruach HaKodes is, kit Elohim adott azoknak, akik néki engednek. Elohim az, aki felemelte és megtartójává tette Jehusa Hamásiákot. Ez az a csillag, akiről beszél, aki Sionból eljön, a szabadító. Ez az, aki visszavezeti a bárányokat, aki elfordítja Izraelt a bűneitől. Ez Jehusa Hamásiák, aki bűnbocsánatot ad, és eltörli a bűnöket, és utat mutat nekik vissza, és az egész világ. Most pedig szerintem ezzel be fogjuk fejezni, és a következő alkalommal megnézzük a királyságnak a helyreállítását, mert nem akarok már leterhelni mindenkit ezzel. Úgyhogy ez volt az utolsó vers, apostolok 5:30, de meg fogjuk nézni az utolsó részben a királyság helyreállítását, és az, hogy hogyan fog az összes nép csatlakozni Izraelhez, Jehusa Hamásiák és Dávid vezetésével.
Remélem hasznosnak találtátok, és hát legalább annyira, mint amennyire én hasznosan találtam az egészet, mikor ez kiderült számomra. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!